Szeged-Debrecen öregfiúk meccsel indult a szegedi jégkorong 30 éves születésnapja. A tiszaparti öregfiúk jóházigazdák voltak, mert átengedték a győzelmet a vendégeknek. 5-2-re nyertek a debreceniek, a meccs után pedig csapatfotóval örökítették meg a mérkőzést. Nagyon elégedett vagyok, rengetegen jöttek el a régi játékosok közül, a régi szponzorok, a régi vezetők közül, és azt látom, hogy mindenki fantasztikus tűzben és lázban égett már napokkal az esemény előtt. Jöttek az e-mailek, a telefonok, a kommunikáció, és aztán az itt lét és a sztorizással zajlik, a poénkodással, pont ugyanolyan hangulatban, mint 30 évvel ezelőtt, ahogy voltunk. A múlt után a jelen következett, apák és fiúk egymás ellen küzdöttek, gyorsasági verseny volt az első feladat, majd a hálóőröket is tesztelték a jégen, kapura vezetés volt a következő ügyességi feladvány, a fiatalok pedig nem csak gólokkal fogtak ki az apa csapaton. A közös fotó ekkor sem maradhatott el, majd jégre lépett mindenki, aki valaha részese volt a szegedi jégkorongnak, akár a múltban, akár a jelenben. Nagyon jól éreztük magunkat, bebizonyosodott, hogy a gyerekek sokkal ügyesebbek, mint az apukák, tehát ennyi. Koppány, téged kérdeznélek, hogy milyenek voltak a feladatok, mennyire sikerültek, mennyire voltál ügyes? Hát szerintem könnyűek voltak és jók voltak. Melyik tetszett a legjobban? Hát a meccs volt a végén a legjobb. A délutánt a Goodwill Pharma szegedi vízmű egerszegi titánok OB2-es bajnoki mérkőzés zárta. Az ünnepet a vendégek már az első harmadban elrontották, mert 3-1-es vezetésre tettek szert. Egyenlíteni ugyan sikerült, de végül 4-3-ra az alaegerszegiek nyerték meg a bajnokit.